Tóth Krisztina, túlpart. A gyerekek nem tudták, hogy akkor maradnak-e mégis az apjukkal a nyaralóban, vagy sem. A délután összecsomagolt táskákból már kihaláztak ezt-azt, most éppen egy babát rángattak elő a lábánál fogva. Az anyjuk eleinte rájuk szólt, hogy ne nagyon pakoljanak szét, mindjárt indulnak, de mivel közeledett az alkonyat, maga se tudta, mit csináljanak. Ötre jött a gyerekekért a volt férjéhez, hogy átvigye őket a tó túloldalára, a szülei vízparti nyaralójába. A kocsi itt az utca végén robbant le. A kerítésig még el tudták tolni, kint állt nyitott ajtókkal a kapu előtt. Szerelő nem volt a faluban, aki mégis képes lett volna megbütykölni a motort, elutazott. A gyerekek apja idegesen járkált föl alá a földúton. Néha belepillantott a motorba, mintha azt várná, hogy magától megjavul. Semmiképpen se szerette volna, ha a volt felesége ott alszik velük a házban. 4 éve külön éltek már, és másnap reggelre várta vissza a barátnőjét, aki felment kocsival Pestre, valami értekezletre. Észrevétlenül alkonyodott, a völgyekben már összegyűlt a sötétség, a szőlővel beültetett dombokra még rézsút sütött a nap. Az anyának okvetlenül vissza kellett térnie a másik balatonparti házba, mert magára hagyta a kőművest, aki a fürdőszobát újította fel. Ki kellett volna fizetni a férfit. Annyit mondott neki, hogy elmegy 1-2 órára, de aztán jön vissza a gyerekekkel, és este elszámolnak. Senki sem ment be a házba, mintha azzal elismernék, hogy nem tudnak megoldást a beállt helyzetre. Tébláboltak a kisárgult fűben a tornác előtt, csapkodták a karjukra telepedő szúnyogokat. A nő a telefonja névjegyzékét görgette, hát ha talál valakit, aki a közelben nyaral, és át tudja őket vinni Balatonberénybe. A férfi meg csak toporgott, a sarus lábfejét bámulta. A volt felesége mindig is utálta a sarut. Ezt itt a barátnője hozta Tunéziából. A gyerek anyja persze rögtön kiszúrta, és rákérdezett, hogy biztos nem nője, csak a sárga szín miatt kérdezi. Jó lett volna, ha már elmennek. Az apának hirtelen támadt egy ötlete. A szomszédba tavasszal egy középkorú házaspár költözött. Nem nyaralónak vették a házat, végleg ide települtek. Senkit sem ismertek a faluban, és nem is barátkoztak senkivel. Se a strandoló városiakkal, se az őslakosokkal. Az apró vályakházat ügyesen rendbe hozták, a kertet egy nyár alatt virágzó kis minigazdasággá változtatták. Jóformán csak a gyerekekkel álltak szóba, almát meg nápolyit dugdostak ki nekik a kerítésen, ha arra bicikliztek. Az apának az jutott eszébe, hogy becsenget hozzájuk, és megkéri Ábelt, az új szomszédot, vigye már el a volt feleségét Berénybe. Soha nem váltottak egy szót sem a köszönésen kívül, de ez most éles helyzet volt. Valami megoldást muszáj volt találni. Nekem mindegy, mondta a nő. Ábel mosolyogva nyitotta ki a kaput, bemutatkozott a volt feleségnek is. Pár percet kért, aztán kikanyarodott a Nissannal. Azt mondta, rápillant ő azért arra a kocsira, hát ha csak valami egyszerű hiba. Pár percig matatott, erőlködött, intitgatta a motort, aztán megmondta a vállát, hogy a kuplunknak annyi. A gyereküléseket áttették az ő kocsijába, a szétdúlt sportáskákat összecipzárazták, és Ábel kulcstartójának lézerfényénél megkeresték az elveszett barbicipőt is a fűben. Ábel útközben elmondta, hogy neki nincs gyereke, pedig szereti őket, amíg dolgozott, iskolában volt fociedző. Fiatalon Erdélyben is iskolában dolgozott, mielőtt áttelepültek. Az anya felnézett a telefonjából, megkérdezte, mikor jöttek át. Semmi kedve nem volt beszélgetni, a vörhenyes arcú kőműves járt a fejében, hogy vajon nem mente el, nem hagyta-e tárva nyitva a házat. Csak felhívta volna, gondolta, ha menni akar, bár nem ez lett volna az első alkalom, hogy a hallgatag, mogorva férfi valami meglepő és bosszantó dolgot csinál. Ábel maga biztosan vette a kanyarokat, jól vezetett. Azt felelte, már 30 éve ide át vannak, szóval még a rendszerváltás előtt jöttek, bologatott a nő, aki még csak 28 volt. Nem, utána, felelt Ábel, és lendületesen megelőzött egy kamiont. A beszélgetés itt elakadt. A gyerekek nyávogva követelték a tabletet, a
aztán meg azt, hogy Ável tegyen be nekik valami zenét, de a kocsiban csak rádió volt. Bonyarc Vashegynél az anya hátra szólt, hogy emlékeznek-e, itt voltak tavaly az unokatesókkal, de amikor rájuk nézett, látta, hogy elaludtak. Nyitott szájjal, izzadtan dőltek a fejtámlának. Besötétedett, mire odaértek a túlparti házhoz. Oda ment, égett a villany. A kocsi ajtót nyitva hagyták, Ábel segített becipelni a két sporttáskát. Felesleges volt rohanniuk, a kőműves még a frissen burkolt fürdőszobában térdepelt, és a maradék fugázót törölgette a padlólapokról. A sittet összeszedte, a fekete zsák egy leander cserepének támasztva állt odakint. A ház sokkal tágasabb volt, mint az a másik odaát, de elhanyagolt és öreg. A kertben felmagzott a fű, a melléképület düledezett. 24 óráig most nem szabad rálépni, morogta befelé bökve a fejével a kőműves. Hűvösödött. Az anya bólogatott, és azt mondta, felébreszti, és ágyba teszi a gyerekeket. Ábel elkísérte az autóig, és felajánlotta, hogy a feleségével majd áthozzák a megjavított kocsit, ha a hosszú hétvége után elkészül. Legfeljebb kirándulnak egyet a környéken. Két kocsival jönnek, aztán a sajáttal vissza. Úgyse ismerik itt ezt a partszakaszt. Régen az osztrák határnál laktak, sose jártak erre. Nem volt minek. A kőműves az utolsó mondatoknál megmerevedett, mintha hirtelen elfáradt volna, és lassan, gépiesen fejezte be a tisztogatást. Aztán felállt, behajította a rongyot a már teljesen használhatatlan, összemalterozott felmosóvödörbe, és felegyenesedett. Kell egy lapát, aztán én végeztem. Elszámolásnál végig Ábelt bámulta, mintha tőle jönne a pénz, nem az asszonytól. Ábel állta a tekintetét, vizsgálgatták egymást. Egyik sem indult haza, pedig közben korom sötét lett. Még akkor is ott szobroztak a villanyfényes teraszon, az oldalára fordult sittes zsák felett, amikor a nő egymás után becipelte ölben a két alvó gyereket. Épp csak szétváltak, hogy elhaladhasson közöttük. Ruhástól fektette le őket, és bentről a szobából hallgatta, ahogy a két férfi társalog olyan hosszú szünetekkel, mintha nem forogna a nyelvük. Csíkszeredából vagy? Onnét. Kiment a teraszra, hogy elköszönjön tőlük, de a csend olyan erővel csapta meg, hogy érezte, ki kell várnia a következő mondatokat. A kőműves a távolba bámult, mintha a csillagokat számolgatva gondolkozna a lehetséges folytatáson. Én annak a Ferenc Attilának a fia vagyok. Sajnálom. Mit sajnálsz? Elnyomta a cigarettát, de nem dobta el, betette az anorák zsebébe. A parázs az arcában izzott fel újra. Csak azt nem tudom, minek kellett mesztelen revetkőztetni. Minek kellett még azt is, azt mondjad meg. Ábel mozdulatlanul hallgatott. A kőműves lehajolt és felemelte a sittes zsákot. Vigyázva fordította a hátára, nehogy kiszakadjon, és ettől olyan volt a mozdulata, mintha egy testet cipelne. Azt hitted, elbújhattuk, ugye? Nem hittem, felelte Ábel, és lehajolt fejjel elindult az autóhoz. Csapodott az ajtó, felzugott az egyik motor, aztán rögtön a másik. Amint elhajtottak teljes erővel, éles hangon rákezdték a ciripelést a tücskök.